Mutatni Raimondot. Szia! Kimikót. Ezt ő mondta? Ezt nem hiszem. És Clayt. Hello. Mester, hol vannak az új tanulók? Ők azok, Omi. De én másnak képzeltem el őket. Az életben gyakran van ez így. Igazad van, mester. És te hozott titeket, furcsán öltözött barátaim. Most mennem kell, fiatalok. Már látom, hogy lesz mit tanítani nektek. Igen, mester. Jó sokat kell tanulnatok. A kujcú, az egyensúly. Ha kezdők vagytok, kezdhetitek három ujjal is. Csak egy kérdés. Erre mikor van szükség? Soha napján. Jól van, Keiko, átküldöm e-mailben. Van itt internet kapcsolat? Nincs? Oh, nem baj, küldöm wifivel. Wow, ez meg mi a csuda? Csak nem varázsolsz? Zsebszámítógép, ezzel üzenek egy barátomnak Tokióba. Titkos üzenet? Nem, csak megírtam neki, hogy van itt egy fura kölyök, akinek fogalma sincs, hogy mi az a magánszféra. Tényleg? És ki az? Talán az a srác? Nem, én haver. Te vagy az, kopírnyú. Második lecke. Fürkegepár technika. Próbáljatok meg elkapni. A gepár csövességével utolérhetetlen vagyok. És most... Remélem, nem zavartam meg nagyon az órádat, öcskös, de nem tudtam ellenállni a kihívásra. Aha, a cowboy lasszóval befogta a kisrácot. Itt én vagyok a tanár, ti meg a tanulók, úgyhogy adjátok meg a kellő tiszteletet. Nesze tisztelet! Hogy? Őrület, a brazil srác lehúzta a kopírnyoggatját.